Köszöntöm Fogadóra című műsorunk nézőit, és köszöntöm a stúdióba dr. Mészáros Géza képviselő urat. Én is szeretettel és tisztelettel köszöntöm a város lakosságát, a tévénézőket, és kiemelten a választókörzetem lakóit. Hát térjünk rá a mai témánkra, hiszen a választókörzetének az életét egy kicsit szeretnénk, ha értékelnénk, hogy milyen események történtek, mik várhatóak. Hát akkor vágjunk bele. Köszönöm szépen a kérdést. Ugye én azon képviselők közé tartozok, akinek van úgymond városi, körzetének városi része, illetve úgymond külvárosi része. És ha szabad, akkor egy picit ilyen bontásban is beszélnék a múlt év dolgairól. A múlt év azért is érdekes ilyen szempontból, mert tavaly ilyenkor ültünk itt együtt szerkesztő asszonnyal, és akkor egy nagyon rövid időszakról tudtam beszámolni, most azért egy év van mögöttünk, és ez sok-sok tapasztalatot hozott. Most akkor, ha szabad a közepébe, elsőként Horvárkút, és ott az egyik legfontosabb dolog, ami történt az elmúlt évben, ez a szennyvíz beruházásnak a horvátkuti városrész első szakasza, ahol ugye valójában egy gravitációs vezetékkel a szennyvízrendszer bővítése volt. Én nagy mélységekben most nem szívesen mennék bele, mert a városi tévé és a városi médiákon keresztül is minden lement már. Viszont amit el kell mondani, hogy hát nem egy szokvány módon folyt le a történet. Itt ezúton is a város vezetése nevében is szeretném megköszönni Horvátkút lakosoknak azt a türelmet, azt a megértést, amivel a beruházás során, úgymond, amit a beruházás során tanúsítottak, mert ahogy mondom, a kivitelezés során sok-sok apró, bosszantó hiba, probléma előjött, ami a lakosság napi életét zavarta és zavarhatta. De remélem túl vagyunk rajta, és ahogy a város részben is látható, illetve a médiák is már tudósítottak róla, hogy az utómunkálatok vannak, azaz a helyreállítási feladatok, ami nem látszott, hogy mai ismereteim szerint a DRV hamarosan át fogja venni a csatornarendszert, és hamarosan megjelenik egy olyan információs anyag a lakosok fele, ami az ezt követő időszaknak, az a 2-3 hét időszakának a lakossági feladatait fogja pontosan leírni, és ahogy beszéltünk róla, vélhetően április végére akár rákötési állapotok is lehetnek. Itt sikerült annyi lakót bekötni, amennyit terveztek? Én azt gondolom, hogy ez egy jó kérdés, meg érdekes is, mert a pályázatnak feltétele volt egy megfelelő számú rákötés. Én azt gondolom, hogy ezt a város vezetése, a beruházó és az emberekkel való kölcsönös konzultáció kapcsán azt a létszámot, azt a számot tulajdonképpen lehetett ilyen szempontból hozni, mert egy körültekintőbb, korábbi, megelőző tervezéssel azért itt pontosabb számokat lehetett volna, de ez már a múlt, tehát tudjuk hozni. Ami most jól látható, hogy a helyreállítási munkák folynak, ezek tulajdonképpen azt jelentik, hogy a felszíni munkálatokat kezdték el, azaz a nyomvonalból, ami télenbenre került, martaszfaltot szedik ki, és erről még majd beszélek, hogy hova került, mert egy korábbi ígéretemet teljesítem a város lakossága tekintetében, és elkezdődik a útnak az aszfaltozása, illetve azok a reorganizációs helyreállítási munkák, amelyek a horvátkuti futballpálya környékét is jelentik, ami egy planírozással, gyepfelülvetéssel vagy fűmagfelülvetéssel történik, tehát én bízom abban, hogy nagyon normális állapotokat tudunk teremteni, és hát nagyon bízom abban, hogy nagyon kevés bosszúság lesz már. Arra viszont készülni kell, hogy ilyen garanciális javítások, esetleg útsüllyedések, útbeszakadások lesznek, de ezt a lakosok, mondom, a szóróanyagban fentültetett információs számokat felhív, vagy engem keresnek, akkor ezeket orvosolni fogjuk. Tehát valójában erről ennyit. Illetve ami fejlesztés jellegűnek mondható Horvátkuton, az utak állapota, a múlt évben sikerült megfelelő módon, legfőképpen hegyi utakat, hegyi horhókat olyan állapotba tartani, ami
hát ott élők vagy ott gazdálkodók könnyen meg tudták közelíteni. Hát az esők, a hó azért az okoz gondot, mai napon is foglalkozni kellett azzal, hogy pár napon belül hogy mondjam, forgalmasabb orhoz szakaszokat, azokat rendbe kell tenni. A fejlesztésekben, ha ilyet is vehetünk, hídkorlátokat csináltuk, ami a Schneff-orhó, ahogy ismerik, vagy a Beck-orhó, a Mélvölgyi Patak hídja, ami veszélyes volt úgy, mert munkagépek, emberek közlekedtek rajta, ott a hídkorlátot tettük rendbe. Ugyanakkor a templomnál is egy kis fejlesztés sikerült úgy eszközölni, ez a külső kórus feljáró, hogy egy ajtó építettünk, illetve csináltunk, ami helyi szakember, jelesül Nemes Nándor segítségével történt, amit ezután is köszönök neki. Illetve ilyen apróságok, amelyek a sokaknak a hídja, a járdája, útjának a javítását, amit tulajdonképpen megtettük, és a jövőben azt várjuk, hogy amikor a beruházás, úgymond, amire utaltam, befejeződik, akkor kitisztul, hogy Isten igazából milyen fejlesztéseket kell majd ez évben, jövő évben Horváth Kuton megcsinálni. Horváth Kuton jó pár rendezvényt is csináltunk, ezek a klasszikusan már bevált és a város és lakosság által igényelt falunap, majd egy Mikulás ünnepség, egy karácsony, egy adventi ünnep. Én úgy látom, nagyon jó a fogadása ennek a történetnek, nagyon sokan várják, és az eddigieltől eltérően egyre több helyi ember, helyi ügyeskező hölgy, férfi ember segít abban, hogy ne külsősöket kellene bevonni ezekben a rendezvényekbe. Csak egy ezévi rendezvényt említenék, már most nemrég történt, és ugye a Kulturális Magazinban tudósított is a tévé róla, ez a tojásfestés, ilyen húsvét várásnál Balázs Irénke, egy helyi ügyeskező, ő asszonyka, tulajdonképpen ő volt a szakmai vezetője ennek, tehát ilyenek vannak a rendezvényekben. Ami Horváth Kuton még jellemző és érdekes, hogy nagyon sokszor tartottunk, emlékeim szerint a 4 alkalommal is, használt ruha, úgymond bőrzét, aminek a rászorulók, illetve bárki, aki jött, aki a méretének, évszaknak megfelelően vihetett, és még ezt folytatjuk is, ennek is nagy sikere volt, mert a segítők munkáját követően szinte minden elfogyott. Ugyanakkor jól működik. Köszöntet szeretném a Krisna hívőknek, aki ugye Marcali városban is, egy Marcali város tekintve összesen éve 200 adag ételt, de mi egy szervező és egy odaforduló munka kapcsán Horváth Kuzra minden szerdán 40-40 adagot tudunk kivinni a rászorulóknak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Illetve ami Horváth Kuton van, sok-sok ilyen egyéni megkeresés, probléma rendezés, szociális ügyeknek a rendezése, azok egyre többen keresnek, csináljuk, tesszük segítőimmel, akiknek gondolat végén szeretném megköszönni a segítségüket. 3 hölgy, illetve 3 férfi ember, aki segíti a munkámat, ők nagyon oda teszik magukat és segítenek ebbe. Tehát Horváth Kutról egy kicsit dióhéjban, és esetleg valami kimaradt, azért elnézést kérnék, de azért már csak egy év. Ennyit. Régen sok volt Horváth Kuton az elhagyatott ház, azokkal mi van? Nincs olyan, ami bontásra kéne ítélni, vagy nincs velük most gond? Megér a kérdés, köszönöm, és jó. Tényleg valóban van nagyon sok olyan, ami elhagyott, van, amit ugye tulajdonosai megvannak, de ugye nem használnak. Hát itt azt tudjuk tenni, és az önkormányzat szakközekeivel azt tesszük, hogy elsőként felkutatjuk a úgymond a tulajdonosokat, és hát nem kellemes, de egy ilyen adminisztratív úton fel kell őket szólítani, hogy tegyék rendbe, illetve hogy a faluképet, az utcaképet ne roncsa. Ezzel sajnos sok mindent nem tudunk tenni, hanem végigtenni ezt a tulajdonképpen adminisztratív folyamatot, és a vége az a legtöbb esetben az szokott lenni, hogy azért rendbe teszik. Illetve vannak valóban olyanok, amelyenek a tulajdonosa már nem elérhető, nem tetten érhető, nem található meg, azt a Gamesz
közmunkásaival, azokat a legalábbis az udvari részt, illetve az ház előtti részt, azt igyekszünk rendbe tenni, és olyan állapotba hozni, hogy mondtam is, hogy ne nagyon lógjon ki a normális utcaképből. Egyébként ez probléma nem csak itt, azt hiszem Horvátkuton, hanem ezekben úgymond a kisebb falvakban, hol ott ez ugye városrész, hogy azért néptelenik el, és nem szívesen mennek már vissza emberek, és a tulajdonosok nagyon nehezen érhetők el, és ennek a rendbetétele ez gondot okoz. De mindent megpróbálunk megtenni, úgyhogy a törvényes és a szabályos kereteken belül, és a jó ízlés határán belül természetesen. Hát akkor érkezzünk meg Marcaliba. A marcali választó körzetét is érintette a szennyvízberuházás. Ugye beszéltünk róla, hogy majd azért elmondjuk, hogy mik történtek. És hát azért a marcali választókról sem feledkezzünk el. Itt mik történtek? Itt ugye a marcali rész is érintette, itt ugye nyomóvezeték építése. Ez főként a Isten igazából a Vereckei utcának azt a Horhó részét, ha szabad így fogalmazni, illetve a Vereckei utca végén a Horhó és a Szőlőskert vendéglő útszakaszt érintette, ahol ment a utolsó nyomóvezeték, és ugye Szőlőskert vendéglő előtti magánterületen ment át az Orbán kápolna melletti Horhón végig, és akkor tulajdonképpen kiért úgy nagyjából, ahogy beszélgettünk ott a Liház kereszt magasságába, átment a állami úton, és akkor be, és megérkezett a nyomóvezeték Horvátkuti Virág utca végébe. Ebbe a legfrekventáltabb rész ugye a kápolna melletti Horhó, illetve a Zöldöskert vendéglő és a Vereckei utca Horhó végét összekötő útszakasz volt. Itt két, az adós, tulajdonképpen az én ígérvényemnek kétharmada már a múlt évben realizálódott, és ide realizálódik tulajdonképpen az ígérvényemnek az egyharmada. A kétharmad ugye az volt, hogy normális állapotokat teremtünk a Szőlőskert vendéglőtől déli irányba menő útszakaszon a Vereckei Horhó végéig, és a Vereckei Horhóban lévő szakaszon is, oda még egyébként még egy terítés azért megy, de ott már nagyon konszolidált, elfogadható állapot vannak. És ugye a ígérvényeim közé tartozott, hogy a Orbán kápolna melletti útszakasz, azt örömmel úgymond tájékoztatom, vagy jelenthetem a választóimnak, hogy múlt héten kedden elkezdődött folyamatosan a martaszfaltnak a feltöltése, és itt érnék vissza egy picit Horvátkutra, hogy egy elég, hogy mondjam, határozott, de nagyon korrekt tárgyalások során, ami a végeredménytől korrekt, hogy ami a martaszfalt kikerül a Horvátkuti nyomvonalból, annak döntő része az ide kerül be, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó utat fogunk tudni csinálni az arra lakóknak, az arra járóknak, és ugyan a nevemlítését nem kérte, de egy prominens marcali vállalkozó vállalta azt, hogy terítésben elsegít és segítkezik, ami nagyon kellett, mert a beszállítást a kivitelező meg tudta oldani, de a tulajdonképpen ezt az elterítést, eligazítást, hogy közlekedésre alkalmas legyen, ezt nem, de azt gondolom, hogy ez tökéletesen és jól működik. Városon belül, ami nem a szennyvízhez kötődik, jó néhány olyan dolog történt, ami fejlesztési kategóriába vagy fenntartási kategóriába tartozik. Ez a Jókai utcán, ha megyünk föl a Spártól, a Arany János utca, Kodály utca, Vörösmarty utca irányába, jobb oldalon a 3, 5, 7, 9 előtt rendszeresen vízfeltörésszerű valami jött, és az a patkát olyan állapotba hozta, hogy autók kerülték egymást, nagyon komoly kellemetlenséget okozott az ott lakóknak. Ez hál' Isten a GAMESZ segítségével, és akkor ezután az ő támogatásukat, munkájukat is szeretném, és ha szabad egy nevet említeni, Szabó Gyula úrét kiemelni, ő nagyon sokat segít, és nagyon érzékenyen reagál a általam felvetett problémákra. Az ő segítségükkel, egy kvázi földcserével és egy murvával ez a probléma megoldódott. Illetve Vereckei utca egyirányosítás, Arany János utca bizonyos szakaszának egyirányosítása, szemetes edények kihelyezése, illetve nem közvetlen a
Az én körzetem határon van, ezt Körösi András képviselőtársammal, pláne a finisét a történetnek együtt nyomtuk, ez a busz megálló tulajdonképpen a Vince ABC mellett, ami egyébként egy nagyon frekventált megálló hely, mert a hegyben lakók is itt szállnak föl többségében, és a Szőcsényi szakmunkásképző iskolába utazók is a városból többség itt szállnak fel a város felső részéből, tehát ez egy nagyon fontos történet volt. Itt vannak adósságaim bizonyos értelemben, de én azt gondolom, hogy ezek ebben az évben megtörténnek. Ezek az adósságok tulajdonképpen a Vár utcának az aszfaltozása, illetve a Vereckei utca és a Széchenyi utcai Arany János utcai szakasz, ami egyirányos utca, annak az aszfaltozása, illetve a Széchenyi utcai egyrészt le nem burkolt árok szakasznak a rendbetétele, ugye hát főszerkesztő asszony is ugye ott él, és hát ez egy, nekem egy, hogy mondjam, szívfájdalom, hogy nem készült meg, remélem ez évben azért örömet tudok az ott élő embereknek okozni, illetve a lezúduló víz, ami Pimmer József, úgymond lakótársam, polgártársam házánál felszokott gyarapodni, ott egy vagy műszaki technikai megoldást próbálnánk tulajdonképpen találni. És amíg fejlesztés, lehet egy picit beszélni, ugye a Jókai utca és a Dózsa-György utca közötti egy ilyen zöld területen van egy ilyen nyomulkatós kút, vagy artézi kút, vagy nem is tudom mi a pontos megnevezése, de műszaki műemléknek tekinthető, ott a korzóval közösen úgynevezett szerelmesek kútját alakítottuk ki, nagyon, és működik a kút, a környezete szép állapotban, ezért azt is szeretnénk egy kicsit továbbfejleszteni. És a városban lévő rendezvényekről talán egy kicsit, hogy egy hagyományteremtéssel indultunk tavaly a Várdombi délutánnak, az egy érdekes történet volt, mert nagyon-nagyon várakozással voltak az emberek. Én azt gondolom, hogy az időjárási körülményeket figyelembe véve szép számmal voltak, nagyon szép számmal jöttek, de ugyanakkor a vihar kezelésében viszont az egy mintaszerű összefogás volt az ott lévőknek, hogy nagyobb károkat, akár balesetveszélyt, vagy veszélyt meg tudtunk akadályozni ezzel. Idén meg fogjuk csinálni. A tapasztalatokat természetesen feldolgoztuk és beépítjük az idei programszervezésbe, és remélem, hogy az emberek örömére tudjuk ezt megcsinálni. És a városra is érvényes, mint Horváth Kutra, hogy nagyon sok embernek a személyes problémával megkeresés alapján, vagy amikor én tudtam és éreztem, hogy ott gond lehet, megkerestem az embereket, és ezért nagyon sokat segítettünk, és úgy gondolom, hogy ezzel is bizonyítottuk azt, hogy egyfajta komoly odafordulás van részemről is, mert ez az arcpolitikám része, hogy egy másfajta képviselői magatartást megvalósítani, tehát egy nagyon szoros kapcsolat a választóim, lakosság és úgymond a szakmai apparátus között, és a napi beszélő viszonynak a fenntartása. Egyébként, ahogy sétálok az utcákon a körzetbe, szívesen hívnak be, beszélgetünk, és több az a, hogy mondjam, hang, ami ezt úgy szimpatikusnak találja, ezt a magatartást, és ennek én kifejezetten örülök, és ezt számíthatnak is rám jövőben is az emberek ilyen szempontból. Most itt beszélünk rendezvényekről, felújítandó dolgokról. Miből lesz ezekre pénz? Az igazság ugye, hogy a város költségvetése egy részt biztosítja ezt tulajdonképpen. A másik a városköltségvetéshez kötődnek, hogy ön képviselőknek egy nem úgymond bőséges, úgy a városrészre eső, mint a külső városrészekre eső egyfajta képviselő alap van. Ez a kettő együtt az én esetemben nem volt több, mint 1,5 millió forint. Hát ezzel kell jó sáfárkodni, úgy a rendezvényekre, úgy a felújításokra, úgy a fejlesztésekre. És a másik pedig az, és ebben én azt gondolom, hogy újra visszatértünk egy korábban jó működő rendszerhez, hogy felkutatni, megkeresni helyileg olyan vállalkozókat, jó szándékú embereket, netán a beruházókat, akik itt a jelenlegi vagy jövőbeni beruházásoknak a kivitelezői lesznek, azokat támogatóként megkeresni. És ebben én azt gondolom, ha talán egy megjegyzést meg szabad engedni, hogy élen jártam, mert nagyon sok ilyen támogatást, tehát ilyen, azt is talán mondani, hogy kaláka munka is előkerült, ami azt gondolom, hogy egy hasznos és a régmúltból beemelni, ez jó az ügy szempontjából, jó a közösség szempontjából, és hát értéket tudunk ezzel teremteni.
Illetve egy picit hadd ugorjak előre, az ez évi költségvetésben pontosan én azt gondolom, hogy a javaslatunkra, illetve a megfelelő és jó pénzügyi helyzetre, amit ugye polgármester úr a évvégi vagy évelei fórumokon elmondott, most külön választókerületenként egy megközelebb 4 millió forint jut minden képviselőnek arra, hogy kifejezetten fejlesztés jelleggel valósítson meg elképzeléseket. Ezért említettem én, hogy nekem a Vár utca és a Arany János utcai tartozásomat ebből én szeretném rendezni a, úgymond a választóim, az emberek. És hát így van való, ez egy nagy kalap a városnak a javára. Milyen a közbiztonság a választókerületben? Hogy mondjam, tehát ilyen klasszikusan értékelve nem tudnám pontosan megmondani. Tehát ilyen érzéseket tudnék közvetíteni, vagy elmondani. Éppen most jön a következő testülésen a városi kapitány úrnak a emlékeim szerint a beszámolója, tehát ebből többet tudunk meg. Egy biztos, hogy a Bene Zsolt rendőralezres úr a újvárosi rendőrkapitánnyal egy egész más kapcsolat, mondhatni az egy kifejezetten jó kapcsolatunk alakult ki nekem is személyesen, illetve egy korábbi interjúban Fekete Lajos képviselőtársam is említette, az is inkább, mert együtt kerestük fel a kapitány urat a kinevezését követően, és hát együttműködési szándékunkról biztosítva. Ő egy nagyon tapasztalt rendőrfőtiszt, aki a korábbi jó tapasztalatét beemelte, tehát számszerűen bizonyára ő tud mondani. Én az érzéseimről, én azt gondolom, hogy a nagy baj nincs, viszont vannak ilyen csúnya szóval jelzéken komfortérzetet zavaró dolgok. Például a Vár utcai szakasz. Ugye van ott egy olyan lakóövezeti rész, ahol azért a napi együttélési szabályoknak a betartása, illetve bizonyos normáknak a követése egy kicsit nehezebben megy. Ez zavarja azokat az embereket, akik ott élnek, és ebbe próbálunk úgy tenni, hogy a városrendészet, a rendőrség és a lakosok jelzése alapján ezeket a problémákat kezelni. Hasonló ez Horváth kuton is tulajdonképpen, ahol van a város olyan része, ahol egy picit, hogy mondjam, kevésbé magukra odafigyelő, és ugye a közösségi normákat, vagy az általános normákat követő emberek élnek, de én azt gondolom, hogy az egy év tapasztalat nekem azt mondja, hogy szót lehet velük érteni, csak bizonyos helyzetekben, bizonyos állapotokban másképp reagálnak le dolgokat, ami zavarja tulajdonképpen az ott élőket. Hát erre a megfelelő szerveknek, így a városrendészetnek, rendőrségnek hát megfelelő válaszokat adni, hogyha ez egy kicsit hatásos és keményebb, akkor keményebbet, de ha egyszerű párbeszéd segíti, akkor, vagy párbeszéd megoldja, akkor ezt. Én azt gondolom, hogy a nagy baj nincs, viszont ugye az van, akinek a közvetlen környezetében van, annak sokkal zavaróbb. Az átlag az nem rossz, viszont a szomszéddal történik valamilyen incidens, akkor az neki kellemetlen, és az ő neki komoly és súlyos problémát okoz. Térjünk át egy kicsit a testületi munkához, milyen testületben, milyen munkát végez, mely bizottságokba vesz részt, és hogy érzi, hogy sikerült bekapcsolódni a testület vérkeringésébe? De elég összetett a kérdés, de én azt gondolom, hogy ez egy jól körülhatárolható mező. Én azt gondolom, hogy bocsánat, egy fél gondolatot, ugye a korábbi testületi ülések, illetve a testület munkáját én hála Isten, ugye a TAVI televízió, az önök televízióval rendszeresen vagy élőben, vagy felvételő közvetítés, aki a város iránt érdeklődő és a város ügyeivel foglalkozó, meg akinek fontos a város, azért ezt megnézi, és néztem, mint választópolgár, és abból az jött le, hogy mondjam, bizonyos érdekorientációk melletti sokkal keményebb, hogy mondjam, szó és hangváltások voltak, és nem megbántani szeretnék senkit, csak akkor az volt az érzésem, hogy nem mindig az volt, hogy előre menjünk, hanem az volt a fontos, hogy ki, és ha ő akkor azt nem, vagy ha ő nem, akkor azt nem. Tehát nem igazán láttam én ezt olyan előrehaladónak, progresszívnek.
És most azt látom, és ez érvényes a Marcell Otthonunk Egyesület egyéni képviselőjére is, és érvényes természetesen minden más 11 képviselőtársamra, hogy egyfajta konstruktív és egy hatékony munka folyik, mert ami a lakosság számára nem mindig látható, és egy picit belecsapok a bizottsági munkákba, sokszor van vita, vagy külön egyeztetés van olyan, hogy 8 szem közti, 6 szem közti, és a végeredmény általában mindig az, hogy a jó megoldás felé haladunk el. Én azt gondolom, hogy ez a testület ülésekkel ugye úgy látszik, hogy mindig emeljük a kezünket, és rendben van, csak az egyebekben történnek meg azok a felvetések, fontos dolgok, ami a város lakosságára számára ilyen szempontból fontos. Illetve azt gondolom, hogy mi tudtuk azt a kampányban ígért szándékunkat teljesíteni, hogy amit utaltam, hogy ami nekem régebben lejött, hogy mintha nem az lett volna fontos, hogy mi a város érdeke, vagy hogy menjenek a dolgok. Most az van, és erre azt hiszem a mi képviselő csoportunk, a szabad így úgy mondani újra, bizonyságot adott annak, és ez a ezévi úgymond városi díjak tekintetében úgy gondolom, hogy elég jól kimutatkozott, hogy mi az értékeket próbáljuk támogatni, és nem azt, hogy most az honnét indult, hanem ha a város számára fontos, és a város számára értékes, abban értékes és jó szándékú emberek dolgoznak, akkor mindegy, hogy melyik a politikai paletta melyik oldalán áll vagy indul, akkor az fontos, és azt támogatni kell, és tudjuk. Én személy szerint, ha jól emlékszem, 3 bizottságban vagyok benn, ugye van a jogi és összebb önkormányzati, illetve van a cikisnek mondjuk ugye ez a civil és társadalmi kapcsolatban, hosszú nevű bizottságban, és elnézést kérek, hogy ezt így azon a fejből így nem dobtam, illetve a szociális bizottság megint így nagyon leegyszerűsítve. Érvényes ezekre a bizottságokra, amit mondtam, tehát nagyon sok belső munka van mindegyik bizottságban, pláne ahol emberekről van szó. A szociális bizottságban ott van arról szó, hogy a város forrásait a rászorulókra milyen módon, milyen formában, hogyan adjuk oda, és igyekszünk ezt a lehetőség mértékében korrektül, tisztességesen, illetve a lakhatási problémák megoldását is, és ebben a bizottság úgy gondolom nagyon oda teszi magát, minden bizottsági tag mennek a dolgok. Az a hosszú nevű bizottsággal, a kulturális ifjúsági és egyéb kapcsolatok, ott is hasonló módon mennek a dolgok, hogy ott ugye nyilvánvalóan most is sport és kulturális támogatásokról beszélünk, megelőzi mindezt egy beszélgetés, néha még komoly vita is, hogy akkor az hogy legyen, mint legyen, melyek, ami fontos kell támogatni a város szempontjából, illetve azok a civil közösségek meg ebből fejlődjenek. Hát a jogi és önkormányzati bizottságot nyilvánvaló a kodifikációs dolgok a fontosak, hogy a törvényességnek, a szabályoknak megfelelő olyan önkormányzati rendeletek, illetve szabályzók kerüljenek ki, ami minden azt megelőző magasabb törvényi szabályoknak megfelel, és nem utolsó sorban a lakosság érdekeit szolgálja és a városnak a működését. Hát én pedig a munkájához csak nagyon sok erőt és egészséget tudok kívánni, és köszönöm szépen nézőinknek, hogy velünk tartottak. További jó tévézést kívánok, viszontlátásra!